Az ütemezésnek megfelelően halad a sportcsarnok építése. A járókelők kíváncsian nézik, hogyan lesz a városnak egy új és modern csarnoka. A munkákba ma délelőtt stábunk is bepillantást nyerhetett. Kész vagyunk a bontást követően a mély alapozással. Azért azt tudni kell, hogy itt eléggé mélyen van a mértékadó teherbíró talaj, illetve viszonylag magasan van a talajvíz. Úgyhogy itt cölöpalapozást írtak elő a statikusok, és a cölöpalapozás kész van. Ez gyakorlatilag a teherbíró talajt szimulálja, a cölöpözés. És elkezdtük a talpgerendákat építeni, az alaptalpgerendákat építeni. A régi csarnok vászszerkezete megmaradt, és mellé épül majd egy munkacsarnok, illetve lesz egy fejépület is, ami a közönséget hivatott kiszolgálni. A beruházás hamarosan újabb látványos szakaszához ér, mondta a projektvezető. Megrendeltük és elkészült a munkacsarnoknak az acélvász szerkezete. Ennek a felállítását irányoztuk elő következő ütembe. Zajlanak, megkezdődnek remélem szerint jövő héten az alaplemezhez köthető villámvédelmi feladatok, a gépészeti alapszerelési munkák, elektromos alapszerelési munkák, megkezdődnek a talpgerendák közötti feltöltések. Két hét múlva kezdik állítani az acélszerkezetet, augusztustól pedig a felmenő monolit vasbeton szerkezet kivitelezése is megkezdődik, tette hozzá Barabás Emőke. Elmondta azt is, a korábbi tendertervet némileg korszerűsíteni kell, hiszen az energetikai előírások és a tűzvédelmi előírások is megváltoztak. Ez azonban nem lassítja le jelentősen a munkákat. Az új sportcsarnokot a tervek szerint jövő ilyenkor átadják. A csarnok nem csak a verseny, hanem a diák és lakossági sportnak is kiváló helyszínévé válik. A két csarnokhelyiség közel 1000 fő befogadására lesz képes, lelátóval, 9 öltözővel, konditeremmel, és persze irodák is helyet kapnak az épületben. Az új létesítménnyel a város legnagyobb kulturális és rendezvényterme jön létre. Ráadásul a két teremnek köszönhetően akár a mérkőzések, edzések mellett ugyanabban az időpontban másik kulturális rendezvény is tartható lesz. Az új sportcsarnok állami támogatással és TAO felajánlásokból épül.